rosszabb minőségű áru jut Magyarországra, mint Ausztriába, ezt állapította meg az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Földművelésügyi Minisztérium szerint a problémát uniós szinten kell kezelni, de a tárca szerint az is fontos, hogy az emberek tudatosan vásároljanak. Lázár János úgy reagált, hogy ezek a cégek élelmiszeripari szemetet próbálnak Magyarországon eladni. Felháborító, de ez van. Sajnos én nem tudok ezzel ellen tenni. Kevés vagyok ahhoz. Ez a szombathelyi család gyakran jár át Ausztriába vásárolni. A nő szerint ugyanis sokkal olcsóbb és jobb minőségű az áru, amit ott kapnak. Ez pedig már egy budapesti áruház, itt is vannak elégedetlen vásárlók. Ez a nő nem szívesen vásárol itthon. Azt mondja, külföldön él, így egyértelműen látja a különbséget a külföldön és az itthon kapható áruk között. Borzasztó a minősége is, és a mennyisége is, és horribilis áron kapható Magyarországon. Én személy szerint Angliában élek, és ott teljes más íz minőség van egyébként, mint Magyarországon. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vizsgálata ezt meg is erősíti. 24 terméket hasonlítottak össze, és azt állapították meg, hogy a multinacionális élelmiszergyártók eltérő minőségű termékeket szállítanak a nyugat-európai és a kelet-közép-európai régió boltjaiba. Például van egy olyan levespor, ami tésztával, illetve húsgombóccal készül, amiben mondjuk a húsgombócnak az aránya az fele annyi, mint az Ausztriában kaphatóban, kevesebb is a mennyiségű, erre nyugodtan mondhatjuk akár, hogy silányabb minőségű. A hivatal vizsgálata szerint nem csak a levesporoknál volt eltérés, a Coca-Cola Magyarországon kapható változata is más, mint az ausztriai. A magyar Coca-Cola cukortartalma majdnem 1%-kal magasabb, és az osztrák verzióval ellentétben olcsóbb kukorica alapú édesítő használásával készül. A Magyarországon kapott piros doboznak a tartalma, amit most a kollega fölemel, az nem ugyanaz, mintha egy ugyanilyen dobozt vásárol Ausztriában. Ez a vélelem, ez van leírva, és ezt bizonyítja a vizsgálat. A Coca-Cola közleményben reagált. Azt írták, technológiai és ellátási szempontok alapján választják ki az adott országban használt édesítőszert. Magyarországon kukoricából készült édesítőt használnak, amelyet hazai kukoricából itthon állítanak elő.